Az év novemberében csaknem másfél éves felújító munka után ünnepélyes keretek között adták át Bonyhád építészeti büszkeségét, az Ernel Vojnics mauzóleumot. A magyar kormány közel 200 millió forinttal támogatta a beruházást, ami nem csak a kápolna, hanem a Perczel család és hídemlékek és a természeti környezetük megújítását is lehetővé tette. Szász Gábor generál kivitelezőként és a felújítás koordinátoraként is dolgozott az 1905 és 1907 között épült neogótikus sírkápolna helyrehozatalában. Azt mondja, ilyen munkát végezni nem gyakori feladat. A műemlék műfaja eleve egy olyan különleges műfaja építészeten belül, hogy élményvel foglalkozni nem gyakori, és teljes egyedi megoldásokat és felkészültséget igényel, hogy gondolom. Sajátossága egy ilyen épületnek, hogy a tervezéskor, előkészítéskor ritkán lehet a belsejébe látni, mindig a munkák során a megbontáskor derül ki, hogy valamilyen meglepetéssel, másfajta szerkezettel, vagy különlegessége szembesül az ember. A műemlék kapcsán meg van kötve a kezünk, azt gondolom. Tehát a szempont az, hogy a lehető leginkább azt helyreállítani, ami az építéskor mutatkozott az épületen, tehát itt improvizálni, vagy önálló építész művészi dolgot belevinni, ez szinte kizárt. Az építmény még pusztult állapotában is szépséget sugárzott, ami felerősödött most, hogy minden a helyére került. Számokban elbeszélve 230 négyzetméter belső díszítő festést kapott, 16 ólomüvegablak készült, és vörös rész tetőfedése is lett az épületnek. A burkolat alatti felületek, amiket helyre kellett állítani, azok rosszabb állapotban voltak, mint az induláskor feltételeztük. Ezen kívül egy sír emlékre számítottunk az épületen belül. Közben kiderült, hogy a kriptában 3 koporsó van elhelyezve. Találkoztunk darásfészkekkel, szóval különlegességek is voltak az építés során. Megközelítően 200 ember vett részt a felújításban, mondja Szász Gábor, és kifejezetten fárasztó egy ilyen épület rendbehozatalával foglalkozni. Egy évet dolgoztunk, de 2 évet öregedtem biztosan. Rengeteg olyan apróságban és napi megoldandó rögtönzés kívánó feladat, ami alapesetben egy normál építkezésnél nincsen. Tehát ez más műfaj. Nagyon büszkék lehetünk rá, azt hiszem, és szerencsénk volt a tervezés és kivitelezés kapcsán is bekapcsolódni a munkákba. Olyan egyedi műemlékről van szó, ami nagyon ritka megformálása a megyén belül, de országosan is. Ennek volt egy hasonlása a Margit szigeten valamikor, de ezt a második világháborúban lebombázták, meg semmisült, úgyhogy egyáltalán nincs is párja Magyarországon. Nem túl régóta védett műemlék, mindössze 20 éve került műemléki védettség alá, és a dolgot nehezítette a felújítás során, hogy a források is nagyon korlátozottak voltak. Tehát amit újra kellett alkotni, mert már sérült volt, vagy nem volt meg az épületen belül, azokat általában történeti kutatás alapján lehet helyreállítani. Viszont itt a kutatás nehezítette, hogy zsolnai emlékről van szó, ugye kívülbelül rengeteg zsolnai burkolati elem, oltár, stb. Van benne, de az a fazonkönyv, amire itt alapozni lehetett volna, és a zsolnainál nagyon fegyelmezetten ezek megvannak, az érdekes módon ez a 10-es számú fazonkönyv az eltűnt, olyan regényes úton, hogy 69-ben Belgrádban újítottak fel egy épületet, amin zsolnai elemek voltak, és ott egy autóból kilopták ezt, úgyhogy forrásaink korlátozottak voltak. Miután fényképes anyag nem volt az épület belsejéről, és ezt a kutatás során se lehetett már fellelni, ezért nagyon alaposan hagyatkozni kellett azokra a festékrétek kutatásokra, azokra megmaradt kerámia töredékekre, amik még az épületen belül fellelhetők voltak. A mauzóleum tervezési munkái 2021 májusában vette kezdetét, és közel 4 hónapot vett igénybe. Ezt követően indulhatott maga a beruházás, ami további egy évig tartott.